A nyíregyházi sírkert közterület, így minden esetben engedélyeztetni kell, ha valaki például növényt telepítene, vagy mondjuk padot, lócát helyezne ki egy-egy sír mellé. Az emlékezést, elmélkedést is megkönnyítő ülő alkalmatosságok azonban sok esetben illegálisan vannak felállítva, némelyik pedig nagyon rossz állapotban van. Erre és az ezzel kapcsolatos teendőkre hívja most fel az érintettek, tulajdonosok figyelmét a temetkezési vállalat. Amennyiben mondjuk használati értékét elveszített, vagy akár baleset veszélyessé vált, akkor rendeletek által szabályozva ezeket sajnálatos módon el kell távolítanunk. Természetesen mindig egyeztetünk a rendelkezőkkel és a tulajdonosokkal előtte. Most is ez történik, a napokban értesítettük ki őket, a rendelet alapján és a temetőszabályzatban rögzítettek alapján 15 napjuk van arra, hogy reagáljanak, és eltávolítsák ezeket a padokat, ha nem, akkor a temetkezési vállalat ezeket a padokat beszedi, és onnantól kezdve újabb 30 napja lesz a tulajdonosnak, hogy ezeket a padokat elszállítsa, hanem akkor megsemmisítésre kerülnek. A karbantartó munkálatok mellett újításokat is észrevehetnek azok, akik a nyíregyházi északi temetőben járnak. A központi ravatalozónál 2 millió forint értékben történtek munkálatok az elmúlt hetekben. Itt többek között a mennyezetet javították, valamint burkolták a függőleges falakat, a lábazatot. A legnagyobb elhasználódásnak nyilván a szertartástér van kitéve, illetve vele összefüggésben főbejáratra néző homlokzat. Ezek a munkálatok valósultak meg június folyamán. Eredetileg 3 hétre terveztük, de közben olyan munkálatokat csatoltunk még hozzá, amelyek révén július 1-jével kapta vissza a város lakossága a központi ravatalozót. Az igazgató hozzátette, terveik szerint a Pazonyi út felől új kerítést kap majd a temető, valamint rendezettebb parkolót is szeretnének kialakítani ott.